borzalom a szomorú ez a helyzet, mert akár Ferencváros, akár Honvéd, de hát Újpest nélkül se lenne szerintem ez a magyar bajnokság érdekes, mert nagyon hiányozna ez a csapat. Hogy mi vezetett ide, az én véleményem szerint egy nagyon hosszadalmas folyamat, mert ugye amikor Rodarik Duseteli ide került, akkor rögtön azt hangoztatta, hogy a 70-es évek eredményeit és hangulatát szeretné visszahozni, visszaállítani a Megyeri útra, amiből hát sajnos nem valósult meg semmi, és ideáig jutottunk. Miért jutottunk ideáig? Nekem van egy elképzelésem, mert ez az átigazolási vagy igazolási politika, amit ő, mert hát végül is nem az edzők igazolnak, hanem ő folytat, ez ide vezetett. Ezek szerint a belga tulajdonos, aki ugye 10 éve van már Újpesten, rossz játékosokat igazol a csapathoz? Tehát, hogy ezzel a kerettel nem lehet jobb eredményt elérni? Igen, nekem az a véleményem, mert ha visszagondolunk, talán 2 vagy 3 olyan játékos van, aki nemzetközileg is megállta a helyét. Bardira gondolok, a Diarra gondolok, a Szújicsra. Én úgy látom neki az az elképzelése, hogy olcsón tehetséges játékosokat idehoz. Ehhez ő megtalálta azt az edzőt Vignyevics személyébe, aki tudott ezekből a játékosokból magyar kupa döntős csapatot csinálni, harmadik helyezést elérni, és csodálkozom is a szurkolókon, hogy most talán visszasírják, hogy ezekből a tehetséges gyerekekből a Vignyevics egy jó csapatot tudott építeni, miért kellett rá haragudni. Amikor ön volt 17-szeres válogatott és bajnok az Újpesttel, akkor azért a fiatalok sokkal hamarabb meghatározó szerephez jutottak. Most ők hova tűnhettek? Hát akkor a helyzet egész más volt. Volt Budapesten, legalábbis Újpesten 8 vagy 10 olyan kis egyesület, ahonnan mai szemmel a játékos megfigyelő Konkoly Béla bácsi, meg Baloksanyi bácsi járták minden szombat, vasárnap ezeket a mérkőzéseket, és a fiatalokat számba vették, így kerültem én is, vagy Óbudáról a Horváth Józsi Dunai Ede, vagy Nagy Laci már ugye Fonyódról került föl az IFI-be az Újpesthez. Most a helyzet, én úgy látom, a következő. Jobban jönnek ki anyagilag, hogyha fiatalokat külföldről hoznak. A napokban megjelent, hogy az egyesület 1 milliárd 600 millió forintból gazdálkodik már, mint az Újpest FC. Én csak azt szeretném kérdezni, hogyha 1 milliárd 600 millióból ezt lehet kihozni, akkor inkább föl kell adni. Hát akkor nem kell csinálni. Miért rontja el rengeteg Újpest szurkolónak a hétvégéjét meg a kedvét? Ennek én szerintem így nincs értelme. Küszködni, szenvedni minden évben, hogy elkerüljük a kiesést, és hát most sajnos oda kerültünk. Azért ne temessük, mert azért attól még messze vagyunk, és én az Öninget tartom olyan jó szakembernek, hogy a fiatalokból sok mindent ki tud hozni, de egyelőre olyan csapatok ellen játszottunk, akikkel eredmény szempontjából semmiféleképpen nem tudjuk felvenni a versenyt. Végszóra még azért egyet hagy mondjam, hogy azt nem értem végül is, hogy arra hivatkoznak állandóan mindenféleképpen, hogy az Újpest, az újpesti tornaegylet, mint anya egyesület nem áll mellettük. Hát ez pontosan fordítva van, mert az újpesti tornaegylet kereste mindig a lehetőséget azért, hogy segítsen. Annak idején 10 évvel ezelőtt, vagy 9 évvel ezelőtt az újpesti tornaegylet, meg az Újpest önkormányzat nem nyújtott volna segítséget, akkor ma már nem lenne Újpest, amikor a csődeljárás elkezdődött. Ez az egyik. A másik pedig nem tudom megérteni, hogy miért kell egy ellenutánpótlást indítani, amikor ott van az újpesti tornaegyletnek a ragyogó utánpótlása. És több játékos tudok mondani, akik ma az újpesti tornaegylet utánpótlásából kikerülve NB1-be játszanak. De nem az Újpest FC-ben. Igen, nem az Újpest FC-ben. És erre egy konkrét példát, ami nagyon-nagyon közel áll hozzám, Gurka Benedek, aki kisunoka öcsém, és 2 hétig kábították, 2 hétig ámították, hogy szerződést fog kapni, és rá se hederítettek utána. Ezért aztán el kellett, hogy menjen valahova máshova, és így kötött ki a Vasasba.